folytatásban az autósportokkal foglalkozunk, hiszen a rally versenyzők már tesztelik a járgányokat az idei szezonra. Március 26-án és 27-én Salgótarjánban kezdődött el a Rally 1 számára az idény, ahol 3 év kihagyás után Vince Ferenc is rajthoz állt. Az egri futamokat a tervek szerint április végén rendezik, most következzen az előkészületekről forgatott kis összeállításunk, mutatjuk. Legutóbb a környéken csegyőztest avattak az Ózdeger országos rali bajnokságon még 2021 májusában. Akkor a Kopecky-Lusek duó az utolsó gyorsasági szakaszon 2 másodperccel bizonyult jobbnak a Hadikkertész kettősnél. Így a csehek az elsők, Hadikék a másodikok, a harmadik hely pedig a Csomós nagypárosé lett. A 2021-es szezon pedig novemberben zárult. Az évzáró szilveszter rallit követően a héten kezdték el a teszteléseket a 2022-es idényre a pilóták. 3 év után visszatér a pályára a 2019-es magyar bajnokság abszolút győztese Vince Ferenc. Újra korábbi csapatával a Korda Racinggel versenyez majd. A szilveszter rally már bemutatkozott, és Németh Gergő navigátorral sikerült meg is nyerniük. Március 21-én Szuha határában tesztelte a csapat az autót az idei első versenyre. Milyen érzés az egyéves szünet után újra országos bajnoki futamra készülni? Van izgalom? Nagyon. Majdnem mind az első versenyem előtt. El is vagyok most eléggé foglalva beállításokkal, meg mindennel. Már kezdődni kellett volna a tesztnek, de egy kicsit most csúszásba vagyunk emiatt. Ugye már veled gurultunk előbb egy kört óvatosan, aztán vissza kell nekem is szokni ebbe az egészbe. Majd jönnek itt a kilométerek, és akkor majd szerintem a teszt végére már úgy szeretnék kiszállni az autóból, hogy meg vagyunk. Én azt gondolom, hogy sok minden segített ebben, ez már csak egy ilyen megerősítés volt. Már itt tavaly évvégén pedzegettük a Korda Racinggel, Korda Erik csapattulajdonossal, hogy jó lenne, hogyha vissza tudnék térni. Hát mondom, természetesen azon vagyunk. Aztán ez a Silvester Rally, ugye itt nem vártunk el magunktól semmilyen eredményt, de sikerült azért megnyerni, úgyhogy ez egy ilyen pont volt az ire, hogy csak itt van még a helyünk. Aztán hát próbáljuk majd ugye a legjobbat nyújtani itt is a bajnokság. Egész évre megegyeztünk, nem évközben nagyon-nagyon rossz dolog szerintem, hogyha a navigátort kellene váltani, ugye egy jó összeszokott páros mindig az a legjobb, hát mi majd most szokunk össze, már a Silvester Rally ez egy lépcső volt hozzá, de én azt gondolom, hogy még lehet, hogy el kell tenni egy-két versenynek, de én úgy gondolom, hogy most szerencsére ugye a Salgó Rallyn vagyunk viszonylag, ez nekem hazai pálya, valamennyivel jobban ismerem talán ezeket a szakaszokat, így azt gondolom, hogy könnyebb lesz az összeszokás is. Ha a verseny végére már 100%-osan jól tudunk együttműködni, akkor én már nagyon elégedett leszek. Nagyon jó volt az összhang az autóban, ő is sok mindent ugyanúgy lát, mint én. Ő nagyon ritkán vezetni is szokott, úgyhogy átlát egy-két dolgot, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem félek tőle. Régi autóval megyünk, ugye, amivel 2019-ben bajnok lettem, hát úgymond régi, nem túl régi. És az a feladat, hogy ezt minél jobban testre tudjam szabni, itt a beállításokat tekintve. Most pont azon dolgoznak itt a srácok a háttérben, hogy amit kérek tőlük, azt itt végre is tudják hajtani. És nagy részt ebből is fog állni a napunk, hogy megyek egy-két kört, állítunk rajta valamit, mérjük az időt, és amivel a legjobb időt tudom teljesíteni a szakaszon, az fog maradni majd a versenyre, az a beállítás. A jó autót azt mindig könnyű megszokni, bár tényleg még nem mentünk gyorsan, de azért már egy-két kormánymozdulatból lehet érezni sokszor, hogy tényleg mennyire jó az autó. Az évre, hát azt 2019-es bajnokságot szeretnénk megismételni, ugye a csapat az adott, az autó adott, ugyanez volt, és az egy nagyon szép eredmény lenne, hogyha azt a bajnoki címet meg tudnánk ismételni. Minden rendben volt, nagyon sokat dolgoztunk, ugye alapvetően hétköznapi emberek vagyunk, van munkánk, úgyhogy csak a hobbink az autóversenyzés, úgyhogy illetve amatőr sportolók vagyunk, úgyhogy igazából megpróbáltunk ezzel foglalkozni a saját dolgainkkal. Itt vagyunk Rakacán egy teszten, megpróbálunk ráhangolódni az első versenyre. Én úgy gondolom, hogy minden ugyanaz lesz, megpróbáljuk a tavalyi, meg a tavaly előtti tapasztalatainkat most használni az idén, és egy kicsit
tovább gondolni ezeket a dolgokat, amit tavaly csináltunk az autóval. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, én úgy gondolom, hogy az autó az jó, mert most mentem vele egy pár kört. Remélem, hogy minden rendben lesz a hétvége. Fizikailag próbáltuk meg magunkat ott tartani, hogy jók legyünk az első versenyre. Ez ilyen apró kis sportolásokkal, meg ilyen apróságokkal történik. Most ugye ez autóverseny, ugye technikai sport, nagyon sok függ az autónak a beállításán, ezt próbáljuk most tökéletesíteni. A Nyíregyháza rally óta nem ültünk versenyautóba. Kicsit ugye vissza kell rázódnunk ehhez a dologhoz, és én úgy gondolom, hogy egy-két olyan beállítást kipróbálunk, amivel esetleg gyorsabbak lehetünk. Ugye új év, új remények, megint nulláról kezdi mindenki ezt a bajnokságot. Igen, így van, tavaly évet jól zártuk, ugye bajnokok voltunk, hát most is megpróbáljuk a versenyeken a lehető legjobb eredményt elérni, és hát reméljük, hogy ebből egy jó dolog kisül majd az év végén. A tervek szerint pedig a Rally 2 és a Rally 3 EGRI futamait április 30-án és május 1-én rendezik meg.